Ah. És akkor a gyerekek mennek is a gyerekprogramra. And the children go to the children's program. Sokan nem láttátok a pulpitustól, de Manuel a kalapáccsal verte a ritmust végig. Many of you couldn't see because of the pulpit, but Manuel was playing the rhythm with his hammer. Ja, nagyon cukik voltak. They were very cute. Köszönjük. Thank you. Mind a két családnak, tényleg Botáréknak is, meg ja, Ati, Andi, nagyon köszönjük. Thank you very much. Egy öröm volt. It was a joy. Látni, meg egy öröm mindig. See, it's always itt van, a joy. Itt vagytok a gyülekezetben. And you're here in the church. Ah, szervusztok. Hogy vagytok? Hello, how are you? Ah, oké. Okay. Szeptember van, nem? September. Úgy lehűlt az idő. Oké. Okay. The weather cooled down. Oké. Okay. So imádkozzunk. Let's pray. Mennyei Atyánk. Heavenly Father. Köszönjük neked. Thank you. Ezt az ünnepet. For this celebration. Hogy ünnepelhetünk ezzel a két családdal. That we can celebrate with these Gulyásékkal, two families. Botárékkal, és egymással. And with each other. És köszönjük neked azt, hogy ez egy ünnep amúgy is. And thank you, that's a celebration anyways. A te feltámadásod ünnepe. We celebrate your resurrection. A vasárnap. Sunday. Hogy eljöttél. That you came. Éltél. You lived. Meghaltál értünk. That you died for us. A bűneink miatt, és because of our sins. És feltámadtál harmadnap. And you rose the third day. Megmutatva azt, hogy te nagyobb vagy a bűnnél és a halálnál. Showing us that you're greater than death and sin. És kérünk téged arra, hogy áld meg ezt a pár gondolatot. We ask you to bless these couple of thoughts now. Imádkozunk azért, hogy kommunikálj felénk. We pray that you would communicate to us. Világosan. Clearly. Egyszerűen. Simply. A te szíved, a te szellemed szerint. According to your heart and your spirit. És vonj valamennyiünket. And draw each one of us. Magadhoz. To yourself. Jézus nevében. In Jesus name. Kérünk. We ask you. Amen. Amen. János evangéliumában. In the Gospel of John. Jézusnak van egy kijelentése. Jesus has a revelation. És ez a kijelentés, ez nagyon, amit itt mond. Or what he says here. Ez nagyon kihívó. Is very challenging. Nagyon sokan utálják. A lot of people hate it. Ezeket a mondatokat. Hate these sentences. János 3:3. John 3:3. Jézus így válaszolt neki. Jesus answered and said unto him. Bizony, bizony mondom neked. Verily, verily I say unto you. Mit is jelent ez, bizony, bizony mondom? What does this mean, that verily, verily I say unto you? Azt jelenti, hogy, hogy mint, majdnem olyan, mintha egy esküvel erősítené meg. Almost hogy, as if he would just strengthen this with a vow, hogy ez így with van. An oath, that I just want to ensure you that this is so. Ha valaki újonnan nem születik, except a man be born again. Nem láthatja meg az Isten országát. He cannot see the kingdom of God. Aztán utána még egyszer. Then again. Az ötödik versben. In verse 5. Bizony, bizony mondom neked. Verily, verily I say unto ha, you. Ha nem születsz újjá. Except a man be born. Más módon. In a different way. Az Isten igéje által. By the word of God. Nem úgy, mint először. Not as nem fizikailag. Not physically. Nem abban az értelemben, hogy emberek így beszélnek erről, not in a hogy, sense, as people speak about hogy kapsz it, egy új lehetőséget, that you receive a new opportunity. Nem. Hanem, hogy Isten beszéde által újjá nem születsz, by the word of God you are born again. Akkor nem lehet részed az Isten országában. Then you cannot have a part in the kingdom of és God. Miért nem kedvelik emberek ezeket a mondatokat? Why don't people like these statements? A válasz az, the answer hogy is, ezek olyan keskenyek. These are narrow. Úgy értem, nem azt mondja Jézus, Jesus doesn't amit mindenki say szeretné, hogy mondjon. What everybody wants him to say. Hogy minden rendben van. But everything's all right. Csinálj, amit akarsz. Just do whatever you want to. És minden rendben lesz mindig. And it's gonna be okay all nem the ezt time. Mondja. That's not hanem what he azt says. Mondja, neked what he says for you, van egy rész, egy döntésed. I mean, you have a decision to make. Eldöntheted. You can decide újjá születsz, whether you are born again, vagy nem lesz részed Isten országában. Or you're not gonna have a part in the kingdom of God. Ez elég keskeny. It's quite narrow. Értelemben. De egyáltalán az, hogy Isten ad nekünk egy nyitott ajtót, but the fact that God actually gives us an open door, az nem keskeny, even that is az not csodálatos. Narrow, it's wonderful. Az több, mint amit érdemelnénk. It's more than what we would deserve. Amikor az életünket nézzük, when we look at our lives, akkor így szeretünk
Oké, nézzük csak, hányan vagytok, akik, nem tudom, most már ez nem tudom, mennyire dívik lehet, hogy biztos még van módja most is, de elmész a piacra, veszel egy kiló krumplit, hazamész, és azt találod, hogy csak, tudod, egy kicsit kevesebb, mint egy kiló. Valis nem tudom, ismerőse. Now, but how many of you have ever found that you went to the market, you bought a kilo of potatoes, and then when you went home, you found that it was a bit less than a kilo. Másféle mérleg, mint amit. A different kind of scale. Másként mér a mérleg, mint ahogy kéne. Scale measures in a different way. Ezt úgy nem szeretjük. And we don't like that. De amikor az életünkről van szó, but when it's about our lives, nagyon könnyen csináljuk ezt. We very easily do this. Nagyon könnyen mondjuk azt. We very easily say. Hogy nézzük csak, ha te tartozol nekem, if you owe me, nem tudom, 200,000 forinttal, akkor az pontos dolog, az fontos dolog. Then that's an important thing. Mind a 200,000 fontos. Every single part minden egyes forint fontos. Every single forint és is megvan important. A dátum, hogy meddig. And there és is az a is due nagyon date, fontos. And that's also very important. De... But, amikor Isten azt mondja, when God says, hogy hinned kell Jézusban, you have to believe in God, in Jesus. Tudod, azt így maszatolnánk. We would like to kind of, itt nagyon precízek akarunk lenni, like here we want to de be itt very nagyon precise, maszatolni. But okay. Here we just want to be... maszatolni. Nem tudom. Get all ambiguous about it. Mit tudom én, valami. Kétértelmű lenni a dolog felől. Minden belefér. Like everything can fit. Minden belefér. Everything can és fit. Minden rendben van. And everything's okay. Pedig Jézus nagyon világosan beszél. But Jesus speaks in a very clear azt mondja, way. He says, ígérem nektek, hogy ez így van. I biztosítalak, hogy ez so. Így van. I assure you that it's so. Ha valaki újjá nem születik, unless somebody is born again, nem lesz része Isten. De jó ember, nem az a kérdés. Have a part in the kingdom of God, but I'm a good person, but that's not the question. Újjá születtél-e? Were you born de én again? Rossz ember volt, nem az a kérdés. Újjászülettél. De én vallásos ember volt, nem az a kérdés. Újjászülettél. De én rossz elszúrtam azért, nem az a kérdés. Újjászülettél. Oké, ez nagyon-nagyon-nagyon egyszerű. It's very simple, nagyon világos. Very clear. Egyértelműen nagyon nyers. In a sense, very rough. Nem baj. And it's okay. Egy vers példabeszélek 25-ből. A verse from Proverbs 25. Csak olvassuk el együtt ezt. Let's read it together. Azt hiszem ez lesz a lényegi verse ennek az üzenetnek. I think that's gonna be the main point of this message. Példabeszélek 25. Proverbs 28. 28. Az utolsó vers. Mint a romos és falak nélkül való város, olyan az ember, aki nem tud uralkodni magán. He that has no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. A falak nélküli város. A city without walls. Okay, ez mit mond? What is that saying? Azt mondja, says, hogy a lelkünkben that in our soul, kell, hogy legyenek akadályok. There have to be hindrances. Van egy temperamentumod. Neked is, nekem is. Certain kind of temper. Okay, lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy alapból dühös, nem tudom. Maybe vagy you are vagy alapból visszahúzódó, or vagy alapból rámenős, vagy bármilyen. Okay. Vannak hangulatok, else. Amik uralnak. There are certain moods that de ez a vers you, azt mondja, but this verse says, az ember kell, hogy uralkodjon a lelkén. Rule over his soul. És azt is mondja, and it also says, hogy ehhez kellenek falak. That for that he needs walls. Mit jelent ez? What does that mean? Azt jelenti, it means, hogy mondjuk a dühöm, amikor tombolna, anger, when it was to be bennem, raging in me, és aztán kijönne, then it would come és out, aztán bántanék valakit, I would hurt somebody, akkor a dühöm nem lehet korlátlan, úgy szabad. A lelkemben, hogy vannak falak a lelkemben, amik megállítják azt, amik azt mondják, hogy nem, nem mehetsz tovább. És igazán ez a vers ezt mondja. Miért ne lenne hatalmad, miért ne lenne erőd arra, hogy mondjuk megállítsd a haragodat? Vagy mondjuk egy másik dolgot. Miért ne lennének falak a lelkedben, amik megállítanak, amikor egy másik ember feleségét akarod? Why wouldn't there be walls in your soul that would stop you when you desire somebody else's wife? Vagy miért ne lennének falak az életedben, amik megállítják, nem is tudom, a kapzsiságot?
Or why wouldn't there be walls in your life that would hinder you from becoming greedy? Vagy a gyűlöletet, or vagy valami más. Or something else. Vagy ez a vers azt mondja, this verse says, miért uralnának le ezek a dolgok olyan könnyen téged? Why would these things so easily control you? Miért nincsenek falaid? Why don't you have walls? Miért nincsenek falaid? Why don't you have walls? Egy érdekes példa erre. An interesting example to this. Ezekre a falakra. To these walls. Amik így megakadályoznak dolgokat. That hinder things. Az a nyelvek például. Are the tongues. A nyelvek. I mean languages. Magyar, angol, orosz, Hungarian, arab, English, tudom is Russian, én, szerb. Arabic, okay. És egy Mózes 11-ben azt mondta Isten, God said, 6. versben, in verse 6, hogy figyelj, az egész világ egy nyelvet beszél, listen, the whole world speaks the same language, és így könnyen le lehet uralni őket, so they are easily controlled, és könnyen ellenem lehet fordítani őket, and it's easy to turn és them against me. Isten tett egy falat, so God placed a wall, egy nyelv falat az emberek közé, a language barrier abban between people abban a fejezetben. In that chapter. Miért? Why? Azért, hogy Sátán ne tudjon olyan könnyen leuralni, ne tudja olyan könnyen leuralni az egész világot. So that Satan couldn't rule over the whole world so easily. Hogy ne csak egy ilyen egy mozdulattal így meg tudjon csinálni, amit akar. That he wouldn't be able to do whatever he wants to so easily, but there would be félreértések, and misunderstandings, and so on. És ez kell, kényelmetlen. And it's uncomfortable. Úgy értem, hogy más nyelven kell beszélnünk, we have to speak hogy kell egy tolmács, and we need an interpreter, de szükséges. But it's a falak kellemetlenek lehetnek, can be uncomfortable, de szükségesek. But they are needed, úgy értem, needful. Mindannyian hiszünk ebben. I mean, we all believe in this. Mindannyiunk házának vannak falai, azt hiszem. I mean, every one of our homes have walls, I nem believe. Tudom, hányszor aludtál szabad ég alatt. I don't know how many times you slept outside. Nem olyan nagy móka. It's not so much fun. De ez but az, amiről beszélni akarok. That's what I'd like to talk about. Falak. Falak. A lelkünkben, in our soul, az életünkben, in our life, és Isten azt mondja nekünk, and God says to us, miért ne lennének falaid, why wouldn't you have walls, amik segítenek megállítani that help you egy to támadást stop kívülről, an attack from the outside, miért ne lennének falaid, why wouldn't you amik have segítenek walls that help megállítani a lelkedben, stop, amikor valami leuralna téged, something that would want to control you in your soul. Okay. A Nehémiás könyve. Nehemiah. Az végig a falról szól. Keep speaking about the wall. Jeruzsálem falairól. The walls of Jerusalem. Az első fejezetben. In the first chapter. A falak elpusztultak. The walls were destroyed. És mekkora szégyen ez az egész népnek. And it was a huge shame for the whole people. A második fejezetben. And then the second chapter. Megnézik, hogy mekkorák a repedések a falon. They check all the the breaches in the wall. A harmadik fejezetben elkezdik építeni a falat. They start building the wall. És a hatodikban befejezik a fal építését. In the sixth chapter they finish building the wall. Mit csinálnak a falak? So what are the walls doing? Védenek. They are protecting. Meghatároznak. They are defining. Megőriznek. They are keeping. Kint tartanak, bent tartanak. They are keeping some things out and some things in. Ez egy fontos dolog. And it's important. A definíció. The definition, hogy legyenek vonalak az életünkben. That there would be these lines in our lives. Tudod, hogyha nem tudod a saját határaidat, if you don't know your own limits, ha nincsenek meg a falaid, if you don't have your walls, akkor mi történik? Then what happens? Az egyik dolog, one thing is, hogy túlvállalod magad. That you take on too much. És aztán nem tudod teljesíteni, amire elkötelezted you're magad. Not able to do that you committed to. Mert nem tudod, hol vannak a falaid. Because you don't know where your walls are. Alul vállalod magad. Or you don't take on enough. És aztán elégedetlen vagy. And then you're az életed nem megy annyira, nem teszel annyit, mint gondoltad, hogy lehetnél. You don't mert do as much as you thought you nem could. Nem tudod, hogy ki vagy és mire van you képességed. Don't know who you are and what you're able to do. Tudni, hogy ki vagy. So knowing who you are. És komolyan venni. And taking it seriously. Komolyan kell venni. We have to ezeket take it a vonalakat, these limits, a falainkat. These walls we have. Egy jó példa, a good example, ahogy arra gondoltam, hány ember van, there are so many people, aki magas falakat épít a birtoka köré, who build high walls around their property, magas kerítések,
high fences. Okay, ott vannak. Van öt zár az ajtón. There are five locks on the door. Meg még a számkód, amikor megnyitod a kaput. And the number lock when you open the door. Okay, és aztán. And then. Megengedi a 7 éves gyerekének, hogy horrorfilmeket nézzen. They allow their 7-year-old child to watch horror movies. Vagy valami egyéb mocskot. Or some other dirt. Vagy pornooldalakat látogat a számítógépén. Or they visit porn pages. És én azt kérdezném. Computer. Hol vannak a falaid? I would ask, where are your walls? Hol vannak a falaid? Where are your walls? És az ember azt mondaná. And they would answer, nézd, ott van a telkem végében a fal. It's around my property. There is the wall. Én meg azt felelném. And my answer would be. Hát figyelj. Well, listen. Neked nincsenek falaid. You don't have walls. Nincsenek falak, amik egészségesen tartanak téged. You don't have és a walls családodat. That would keep you and your family több bajban healthy. Vagy, mint hinnéd. You're in greater trouble than you would think. Példabeszél 18-11, nem kell végigolvasnom. Proverbs 18:11. De nem számít. But it's okay. Nem kell odalapoznom. You don't have to turn there. Ezért hiszünk annyira. That's why we believe Isten igényének so az olvasásában, in the reading of the word of és, God, és annak a komolyan vételében. Taking it seriously, mert Isten ezt adta nekünk. Gave this to us. 119. Zsoltár 9. Psalm 119, verse 9. Hogyan őrizheti meg az ifjú az ő útját? How could a young man tisztán? Keep his way clean? És a válasz az, a te igéd megtartása által. Okay, és akkor itt legtöbben arra gondolnak. A te igéd megtartása által. By keeping your word. Hogy mit szabad és mit nem. So what am I supposed to do de and nem, what is figyelj, it that nem, I cannot nem. Do? But nem. No, it's nem, not a Biblia that. Nem főként arról beszél, hogy mit szabad és mit nem. The Bible doesn't mainly speak about what you're supposed to do and what you're not supposed hanem to főként do. Arról beszél, hogy kicsoda Isten. About who God is, és ki vagy te. And who you és are, milyen legyen a kapcsolatotok. And what your relationship és azt mondja, should hogy járj like. Ebben. And he says, walk tartsd this, ezt, vedd ezt komolyan. Take this seriously. Ezekben a versekben azt olvassuk, these verses we read, hogy honnan lesz fal az életemben. Like, where do walls come into my life? Isten igéje által. They come ha az ott van az God, életemben, if I have that in my life, akkor felépülnek a megfelelő falak. Then the right walls will be built up. Akkor azt mondom a szívemben, then I say in my heart, ott a haragom. There is my anger. És aztán a Szent Szellem elém hozza a Jakab 1-et. And then the Holy Spirit brings James 1 before me. És ott azt olvasom, and there I read, hogy ember haragja Isten igazságát nem munkája. That the wrath of man does not work the righteousness of God. Igen, és akkor azt mondom, várjunk csak. Say, well, hey, fék, visszahúz, azt mondom a haragomnak, nem. I tell my anger, no. Nem uralhatod az életem. You cannot rule van egy my fal life. A szívemben. There is a wall in my nem heart. Mehetek a te irányodba. I cannot go into your direction. Nem lehet ez, ami meghatározza az this életem. Cannot be what defines my life. Isten igéje. The word of God az épít falakat az életünkben. Builds walls in our lives. Az én tapasztalatom, my experience hogy amikor én építek falakat, that when I build walls, okay, tehát Gyöngyi a barátom, Gyöngyi is my friend. Aztán egy nap, and then one day, egy nap, one day, pif, kapok tőle egy nagy nyakleves valahogyan. Okay, she slaps me somehow. Valahogyan, somehow. Tudod? Valahogyan somehow. Elbánik velem. She just hurts nem me. Tudom, hogyan. Beszól, bármi, just akármi. Speaks something or és whatever. Mi történik? And what happens? Építek egy falat. I build a wall. De nem csak felé. But not only towards her. Építek Pásztor Ati felé is. I also build one towards ki tudja? Pastor Ati, because who lehet, knows? Hogy ő is csak az alkalmat várja, hogy adjon nekem maybe egy nagy gyaklevest. Maybe he's only just waiting for the opportunity to slap me. És még bólogat is hozzá. And he's even nodding his head. És tudod, és minden barátom felé. And okay. Towards all my friends. A tapasztalatom az, my experience hogy az én falaim, that my walls, amiket én találok ki magamnak, amiket én építek magamnak, myself, nem jelentenek áldást az életemben. Are not blessings in my life. Hanem elveszítek valakit, aki fontos, somebody who's important, meg még valakit, meg még valakit. Else and somebody else. Elveszítek lehetőségeket. I lose opportunities. A falak, amiket én építenék, walls that I would build, azok nem azok a falak, they are not amire those szükségem walls van. That I need. Szükségem van falakra? Do I need walls? Igen. Yes, I do. De azokat Isten építse az életünkbe. But God should build those in our és ezért olyan nagyszerű a Biblia iskola. And that's why Bible school is so amazing.
Mert ez történt. Because this is what happened. Feleségemmel beszélünk erről időnként. Sometimes we speak about this with my wife. Hogy nem hiszem, hogy házasok lennénk. I don't think we még would mindig. Be still married. Hogyha nem lett volna a bibliaiskola az életünkben. Without the Bible school miért? In our lives. Why? Nem azért, mert olyan rengeteg tanácsot kaptunk arra, hogy hogyan legyünk házasok hosszú időn át boldogan. Not because we received so much counsel on or advice on how to be happily married for such a long time. Hanem azért, mert Isten igéjét kaptuk a bibliaiskolában. We received the word of God. És Isten igéje, ahogy hallottuk. And as we heard the word of God. Beépült az életünkbe. It was built into our lives. És aztán ez áldást jelentett a mindennapokra. Meant a blessing in our everyday life. És ez annyira nagyszerű. And it's so amazing. A Példabeszédek 24. Proverbs 24. Az előző fejezetben. The previous chapter. Ott van ez a történet erről az emberről. There is a story about a man. 30. vers. Verse 30. Elhaladtam a lusta ember mezeje mellett és az esztelen szőlője mellett. I went by the field of the slothful and by the vineyard of the man void of understanding. És íme mindenütt fölverte a tövis, színét elfette a gyom, és kőfala leomlott. And lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Kőfala leomlott. The stone wall thereof nem was tartotta down. Meg a dolgot. It didn't nem őrizte it. Meg. It didn't protect it. Nem építette. It didn't build it. A lustaság az életemben. Laziness in my life. Ezen a területen. In this area. A szívemre nézve. Concerning my heart, hogy nem építek falakat, hogy igen, walls, igen yes, a telek határba oda építek falat, property, de azzal nem foglalkozom, deal, hogy Isten igéje építhessen az én életembe. Nem vagyok fegyelmezett ebben, I'm nem veszem komolyan, hanem tudod, így olvasom csak a Bibliát, tudod. Like tudod, mit tudom én, fölcsapom random, I just randomly okay, elolvasok egy verset, oké, okay, olvasta a Bibliát, jól van, le van tudva. De ennél többre van szükségem. But I need more than that. És itt a példabeszédekben, itt a 32. vers. And verse 32 here in Proverbs, mikor ezt láttam, when I láttam saw a lusta embert, I saw the slothful aki nem épített falakat, who did not build és bármit walls, beengedett, and just allowed anything to és come mindenféle in. Dolog bejött az életébe. Tövisek, mindenféle szutyok, mindenféle hazugságok, mindenféle félelmek, mindenféle aggodalmak, mindenféle nyomások, határok nélkül. És akkor elgondolkodtam, és levontam a tanulságot. Ezt mondja ez a vers, hogy tanultam belőle valamit, hogy nem akarok így élni. Nem engedhetem, hogy a dolgok csak vadul szaladjanak a szívemben. Just run wild az érzelmeim, in my heart, my emotions, a vágyai, tudom my is desires, én. Whatever. Nem mondhatom azt. I cannot say. Minden hülye Walt Disney rajzfilm mondott az én gyerekkoromban, hogy kövesd a szíved. Every single crazy Walt Disney movie or foolish Walt Disney movie said at my childhood, like follow your heart. De nem mondhatom azt. I cannot say. Szívem csak csinálja, amit akarsz. Oh, my heart, just do whatever you want to. Tedd, amit akarsz. Just do whatever you vágy, want amire to. Akarsz. Just desire whatever nem you gond. Want to. No problem. Nem, azt mondja. No, it says. Példabeszélek 4:23. Proverbs 4:23. Teljes szorgalmassággal őrizd a szíved. With all diligence, take care of your heart, protect it. Jézus sokszor mondott ilyeneket. Jesus said things like that a lot of times. Bizony mondom nektek. Verily, verily I say unto you. Ha nem születtek újjá. If you're not born again. Nincs részetek Isten országában. Then you have no part in the mi ez a mondat? What is this sentence? Ez egy definíció. It's a definition. Ez egy vonal, it's ez egy határ, it's ez a egy fal. Border. It's a wall. Ami azt mondja. Which tells us. Figyelj, könnyen tudhatod. Listen, it's easy for you to know. Hogy kint vagy bent vagy. Whether you're outside or inside. Hogy Isten országában vagy azon kívül. Whether you are in the kingdom of God or outside of it. Újjászülettél már? Have you been born ha again? Nem,
If not, akkor újjá kell születned. Then you have to be born Jézusban. Again. Just believe on újjá Jesus. Kell születned. You have to be born again. De nekünk hívőknek but is. Also for us believers. Mi a mi életünkben hogyan megy ez? How does it happen in our lives? Pál többször beszél erről, úgy hiszem. Paul speaks about this several times, Filippi I believe. Filippi 3:16. Philippians 3:16. Azt mondja nekünk hívőknek. He says to us believers. Amire már eljutottunk. Whatever you got to, akkor járjunk ugyanaz a szabály szerint. Let's walk according to the same rule. Gondolkodjunk ugyanúgy. Let's think the same way. Ha valamire eljutottunk, ha valamit meghatároztunk, akkor maradjunk meg abban. If we have already defined something, then let's remain in it. De nem unalmas ez? You could say, but isn't that boring? Vagy valaki más mondhatná így. Somebody else could say it. Hát a falak azok csak bekorlátoznak. But walls only limit us. Értem, mit mondasz. And I understand what you're saying. De hogyha Isten ad nekünk egy határt, but if God gives us a limit, az egy nagyszerű határ. Then it's a great limit. Okay, úgy értem, a hasznunkra van. I mean, it's for our benefit. Az életünk ide van korlátozva például a földbolygóra. For example, our life is limited to the planet Earth. De ez nem egy unalmas dolog. But it's not something ez nem boring. Egy korlátozó dolog. It's not something that's limiting ez egy áldás. Us. It's a blessing. Ez egy nagyszerű hely. It's a great nekünk place. Van kitalálva. It was made for us. És lehet, van miben gyönyörködni. And there are things to take delight in. És ez az, amit meg kell értenünk. And this is what we have to understand. Mikor Isten ad nekünk egy határt. When God gives us a border. Amikor Isten azt mondja, limit, itt vannak a falak. When God says, here are the walls. Akkor azon a falon belül. Then within that wall. Sokkal nagyobb szabadságom van. I have much greater liberty. Mint azon a falon kívül. Than outside of that wall. Úgy értem. I mean. Hányan mondják azt. How many say. Sajnos. Unfortunately. Itt Magyarországon. Here in Hungary. Hogy legyünk szabadok arra, hogy drogozhassunk. Let's be free to take drugs. Okay. És itt a kérdésem. And my question is. Tényleg szabadság van a fal másik oldalán? Is there true liberty on the other side of the wall? Hogy én drogozok? That I take és drugs, akkor most szabadabb lettem? And now I became more free? Dehogy is. Not dehogy at all. Lettem szabadabb. I did not become freer. Be vagyok korlátozva. I'm limited. Semmi más nem akarok. I don't want anything else. Csak a következő adagot. Just my next dose. Rabság. It's captivity, it's okay. Bondage. Ugyanezt még egy hely, ahol Pál beszél and erről. Then one more place Roma 6:17. About this Romans 6:17. Hogy kaptad a tanításnak valamilyen formáját. That you received some form of teaching. Hogy Isten tanította a szívedet. That God taught your heart. Az igéből. From the word. És felépített abban. And és aztán, aztán ebben járunk. And then we walk in egy bizonyos forma szerint. According to a certain form. Hát de mi van? Nem tanulhatunk on. Új dolgokat? Can't we learn new things? De igen. Yes, of course. De hogyha ehhez ki kéne menni a falon, amit Isten adott nekem. But if it takes going to the other side of the wall akkor that nem, God köszönöm. Gave me, then no thanks. Mert azt találtam. Because what I found nagyobb a szabadság odabent. That there is greater liberty on the inside. Hadd mondjak még egy ilyet. And let me say one more. A házasság. Like this. Marriage. Az én életemben. In my life. nagyon szeretem azt mondani. I really love to say. A feleségem. My wife. Nagyon szeretem mondani ezt. I love to say this. Már rám szóltak az első a házasságom első évében, már többen rám szóltak, hogy van neve is, Adélnak hívják. In the first year of our marriage, lots of people warned me, like she also has a name. Her name is Adél. Mindig azt mondtam a feleségem. Because a feleségem. I always just kept saying ma mindenki szereti azt mondani. Everybody likes saying. A párom. My partner. Nekem meg hány ingerem van ettől a szótól. And mert vagy a feleségem, vagy nem a feleségem. She's either my wife, vagy elköteleztem magam egy életre mellette, vagy nem. I committed myself és én szeretem azt mondani a feleségem. And I love to say elköteleztem magam egy életre mellette, és így akarok élni. And I want és így akarok to live élni. Like this. És azt mondod, and you say, hú, hát ezek a falak, ezek, well, these walls, ezek túl magasak, túl erősek, too high, túl komolyak. Too strong, too serious. Én meg azt felelem, and my answer is, nem tudod, you don't know milyen szabadság van ezeken belül, what liberty milyen you öröm have van ezeken those, belül. And what joy you have within those. Okay. Csak hadd mondjam ezt. And let me say this. Isten nekünk hívőknek adta a tan falát az életünkbe. God gave us believers the wall of doctrine for és, our lives. És ez csodálatos. And it's wonderful. Ahogy elmondja nekünk. That he tells us. Úgy értem, gondolj bele.
Nem a tett és ne tett kategória, hanem, oké, hadd mondjak egy példát. But let me give you an example. Hogy őrizheti meg az ifjú az ő útját tisztán a te igéd megtartása által. How can a young man keep his way clean? It's by keeping your word. Oké, hadd mondjak egy ilyen igét. And let me give a verse like Róma 8:1. Romans 8 verse 1. Nincs kárhoztatás. There is therefore no condemnation azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Who are in Christ Jesus. Oké, jönnének a vádak. And then accusations. Jönnének a támadások. Jönnének ellened hazugságok, és mit mondasz? Hogyan élsz? Megtartod-e az igét? Mondod-e a szívedben? Ó, várj egy kicsit. Van egy falam ez ellen. Nincs károsztatás. Isten azt mondta nekem. Nincs károsztatásom. Nincs károsztatásom. Sok más mondhatnánk. Róma 8, 28-tól 32-ig. Azt olvassuk, hogy akiket Isten kiválaszt, akiket eleve ismert, azokat kiválasztotta, azokat elhívta, azokat megdicsőítette. És mit jelent ez? Ez egy fal. Hogy amikor az ellenség azt mondaná, elveszítetted az üdvösséged, akkor azt felem várjál. Róma 8. Ott van, 32-31, nem úgy tűnik. Nem úgy tűnik. Nem. Nem, amikor jönne egy, amikor elveszítenéd a reményedet, akkor azt mondani a szívedben, azt mondani a szívünkben, hogy nem. Tudod, az a mag, amiből újjászülettem, the seed that I was born again of. 1 Péter 1:23. 1 Peter 1:23. Az nem romlandó. Is an incorruptible seed. Amikor elveszítem minden reményemet, when I lose az a mag hope, még mindig romolhatatlan. That seed is still incorruptible. És az nem változik. Incorruptible, and it doesn't change. Ez egy fal, ami megvéd engem. And that's a wall that protects me. És mindannyiunkat. And every single one of us. Figyelj, falak nélkül. Without walls. Mit gondolsz, miért mondja? Filippi 4:6. Hogy ne aggodalmaskodjatok. Don't worry. Okay. Nem kell felemelni a kezed, ne emeld fel a kezed. Please don't raise your hand. Hányan aggódunk olyan dolgok fel, amik fel utóbb kiderül, hogy nem kellett volna. Okay. Nem kell, worry about ne emeld fel things a kezed. That later on we find out we should not have worried. És miért? About. Miért beszél erről? Why does it ne aggodalmaskodjatok. És aztán utána két verssel elmondja, it tells us, hogy hogyan építhetünk falakat. How we can build walls. Filippi 4:8, nem fogunk odalapozni. De elmondja, hogyan építhetünk falakat. Vedd komolyan az igét. Vedd a szellemben az igét. Alkalmazd az igét az életedre. Legyen mély a szívedben. És lesznek falaid. Nem fog leromlani, ledőlni. Oké. Csak hadd fejezzem be, mert nem akarom túl soká húzni. Don't want to be long. De tudod, amikor Jézus azt mondja, when Jesus says, János 10-ben, az első versben, hogy aki nem az ajtón átjön be, that those who don't enter through the door, az rabló. They are thieves. És hogy Sátán szeretné, or robbers, and Satan wants, szeretné, hogyha lennének külső falaid, you to have walls on the outside. De nem belsők. But no walls on the inside. Tudod, ilyen ijesztő tetkók. Maybe scary tattoos. Nagyon érdekes ez, mikor evangelizálunk és beszélgetek emberekkel. When we go soul winning and I talk to people. Ilyen nagyon ijesztően néz ki. Nagyon tetkós, really nagyon punk, they nem tudom, nagyon, tattoos, or nagyon sok very szög punk, van a bőrjakóján, tudod. They have a lot of these nails. Beszélgetsz az emberrel, and you talk to the és aztán rájössz, hogy ez csak egy ilyen, just, itt a középkorban a lovagi páncél, tudod, like hogy ne gyere közel, mert ijesztő ages, és erős vagyok, tudod. Like, just don't de az ember, come close because I'm scary and strong. Nyilván. But és of course, Sátán szeretné,
a lennének külső falaid, de belsők nem. Ha a rabló könnyen bejöhetne az életedbe. És Jézus azt mondja, én ennél jobbat adok neked. És amikor ezek a falak fölépülnek a szívünkben, akkor még valami történik. Fallá lehetsz másnak. You can become a wall például a gyerekeidnek, for example, for your children. Ahogy igazán ez a két család, ők ilyenek a gyerekeikkel, like hogy van a szívükben egy érték, Isten igéje, dicsőséges a szívükben, és azért vannak falaik, and so they have walls, és azt mondják, and they say, tudom, hogy bizonyos dolgok nem jöhetnek be az életünkbe, mert vannak falak a szívünkben. Nem az egyház szabályai szerint, hanem vannak falak a szívünkben, amit Isten igéje épített oda. Nem a kultúránk szerint, hanem az Isten beszéde felépített valamit. És van egy ellenállásom bizonyos dolgokkal szemben. És befogadok másokat. And then I take in other things. 1 Sámuel 25-ben, amikor Dávidról és az ő embereiről beszél ez a hiszem, juhász, ez egy juhász volt. And this shepherd speaks about David and his men. És Dávid és az emberei ebben az időben, ő nem... Tehát ő számkivetett volt a saját országában. And at that time David was an outcast in his own country. A törvényen kívüli. He was an outlaw. A király meg akarta öletni. And the king wanted to have him killed. Nem volt semmi hatalma. And he had no power. Nem volt semmi felelőssége. He had no responsibility. Nem volt semmi befolyása. He had no influence. És ez a juhász azt mondja, and ez a juhász ember. Azt hiszem a 15. versben. I believe it's verse 15. Hogy amikor ezek a férfiak velünk voltak. That when these men were around us. Akkor a juhok közül nem veszett el egy sem. Then we didn't miss anything. Se ők nem vitték el. They didn't take it. Nem raboltak tőlünk, pedig fegyveresek voltak. They didn't rob us, even though they had weapons. Sem másnak nem hagyták. Nor they did not let anyone else to do so. És ez a juhász ember így fogalmaz. And this shepherd says it like this. Olyanok voltak nekünk, mint egy kőfal. They were unto us like a wall. És figyelj, ez az elhívásunk hívőként. And this is our call as believers. Hogy kőfal legyen, hogy segítsünk. That we would be walls, hogy azt mondjuk egy kislánynak, hogy ne vetesd el azt a gyereket. Don't abort that baby. Bánni fogod később. You're gonna regret it later. Az egy élő ember. That's ne csináld. Human being. Szüld meg, inkább add örökbe, de ne ölesd meg. Her, and maybe just hogy, give him into adoption or something, but hogy, don't have hogy azt mondjuk killed. Valakinek, or we say to somebody, hogy figyelj, csak azért, listen, mert más a bőre színe, attól még nem gonosz ember. Just because his skin color is different, he's not an evil man. Tudod, és így tovább. And so on. Hogy azt mondjuk embereknek, that we would say to people, hogy az ember, that man, Isten képére lett formálva, was created, hogy az embernek van dicsősége, hogy az életnek van értéke, that life has a value, és hogy elmondjuk az embereknek, and we tell people, ha nem születtél újjá, if you were not born again, akkor nincs részed Isten országában. Then you have no part in the kingdom of God. Kőfal. Dávid és az emberei olyan könnyen mondhatták volna. Hát de kik vagyunk mi? Számkivetettek vagyunk. Vagy ma valaki mondhatná. Ki vagyok én? Én szegény vagyok. Ki vagyok én? Roma vagyok. Ki vagyok én? Én egy bevándorló vagyok. Ki vagyok én? Who am I? Idős vagyok. Ki I'm vagyok én? Old. Csak egy gyerek who vagyok. Am I? I'm just a child. Nem. No. Nem ez a kérdés. That's not the question. Ha Isten igéje if the word of épít God falakat az életünkben, walls in our lives, akkor mi is lehetünk kőfallá mások számára. Stone walls for others. És megállíthatunk valamit, aminek and nem szabad tovább mennie. Stop something that's not supposed to go és újraéleszthetünk valamit, ami halófélben van. And we can just
quicken something that's about to die. Ez az életünk és az elhívásunk. That's our life ebben a and that's our calling in this world. Imádkozzunk. Let's pray. Istenünk, köszönjük neked. Our God, thank you. Ezt a mai alkalmat. For this time today. Minden örömével, minden with áldásával. With all its joys and blessings. Mindennel, amit adtál with nekünk. Everything you gave us. Köszönjük, hogy láthatjuk a. Thank you that we can ezt a két családot. These two families. Hálásak vagyunk. And we are thankful. Minden gyerekért. For every single child. Minden szülőért. Every single parent. Minden tagért a gyülekezetben. Every single member of the church. Akkora örömünk van. We have such joy. Mert tudjuk. Because we know. Hogy adtál nekünk. That you gave us. Gazdagon. Abundantly. És kérünk téged, Istenünk, and we ask you, Lord, hogy vezesd a szívünket, to lead our hearts, hogy vezess minket az igében, and to lead us in the word, hogy szólj hozzánk, and speak to us, hogy írj a szívünkbe dolgokat, and write things into our hearts, hogy építs falakat, and build up walls, amik megvédenek, that protect, megáldanak and bless minket us, és másokat körülöttünk. And others around us. Dicsőség neked, Istenünk. Glory to you, God. Ha úgy vagy itt ma, today, hogy nem ismered Jézust, and you don't know ha még Jesus, nem születtél újjá, vagy a neten nézed, again, or if you're watching online, és még nem hittél Jézusban, and you haven't believed in akkor Jesus itt az idő yet, újjá születni. Then it's time for you to be itt az born idő again. Megszólítani az it's élő Istent. For you to call on the living God. Itt az idő azt mondani, it's time to say, Jézus, Jesus, én Istenem, my God, ments meg engem, please save me. És ő válaszol erre az and imára. He answers this prayer. Mondd neki a szívedben, so tell him in your heart, Jézus, Jesus, én Istenem, my God, ma hozzád jövök, today I come unto you. Hívlak téged, I call on you. Ments meg engem, please save me. Adj nekem egy új életet, give me a new life. Szeretnék újjászületni. I would like to be born again. Tisztíts meg a bűnömtől, please cleanse me from my sin. Szabadíts meg, deliver me, megkötözöttségeimtől, from my bondages. Adj nekem egy új szívet, give me a new heart, egy új életet. A new life. Jézus, Jesus, rád bízom az életem. I trust my life to you. Hiszek benned. I believe in you. Ha életedben először imádkoztál így, and if you prayed like this for the first time, megszólítottad őt, if you called on him, akkor kérlek egy pillanatra csak tedd fel a kezed, ha tudjam, hogy küldj egy üzenetet online, send us a message online, ha örüljünk veled, van-e valaki itt, aki ma döntést hozott Jézus mellett? Is there anyone here today who made the decision for Christ? Okay. Áldunk téged, Urunk. We bless you, Lord. Dicsőség neked. Glory to you. Amen. Amen. És barátainak van fenntartva, úgyhogy innen lehet fogyasztani. Köszönöm.